Sikeresen lezajlott a Refresh elnevezésű nemzetközi projektpartner találkozója Pécsett március 12-én és 13-án. A vidéki kulturális örökség revitalizációját megcélzó projekttel kapcsolatban a kétnapos rendezvényre 5 ország 10 partnere érkezett Pécsre. A résztvevők beszámoltak az első periódusban elért eredményekről, ezt követően a következő fél év feladatait, kihívásait tárgyalták meg. A résztvevők Komlóra is ellátogattak, ahol a beruházási helyszín a projekt keretében felújítandó könyvtár történetét hallgatták meg, valamint bejárták a területet is. Hogyha ez a projekt megvalósul, akkor a teljes könyvtár megközelíthető lesz kerekesszékeseknek, babakocsival, mindenfélével, tehát hát nem is ez nem lehetnek. Ráadásul kialakítunk emellett két szinten is akadálymentes mellékhelyiséget, illetve egy kiállító tér kerül még berendezésre és átépítésre a bal szárnyán az épületnek, ahol a kreatívipari résztvevők, szereplők tudják a termékeiket majd kiállítani, és ezáltal egy nagyobb lehetőséghez juthatnak a projekt által biztosított nemzetközi kooperáció révén.